Zongora, harmonika, dal, vers, saját írás, a legtöbben ezekkel léptek színpadra. Az Ezüst Idő Szabadidős Egyesület már 7 éve rendezi meg az Ismert Egriek Más Szerepben című műsorát. A kultúra közösségteremtő, ez vezérelte a szervezőket a program elindításakor. Fűrész János, az Egyesület elnöke a megnyitón azt mondta, a tehetség önmagában nem elég, míves munka és kitartás is szükséges, ez a siker alapja. Örömet okoz ez maguknak is, természetesen saját maguknak, képességeket szinten tartják, önbecsülésüket növeli egy tartást, a személyiségnek is bátrabbá teszi őket, és hát ugyanakkor a közönségnek is nagy örömet szerez. Ebben a városban nagy szeretet veszi körül a művészetet, mondta a megnyitón Éri Kovács András, a Harlekin Báb Színház igazgatója. Az alkotói élet varázslatának nevezte azt a pillanatot, amikor valaki kiáll a színpadra, énekel, táncol, novellát olvas fel. Ez az a pillanat, amikor megtörténik a csoda. A nézők a csodavárók, és vannak olyan bátor emberek, akik a csodát megteremtik, fogalmazott. A fellépők között többek között volt orvos, pap, agrármérnök, tanár, lakatos, hegesztő, szinte minden szakma képviselői bemutatkoztak. Az elődöm a Galó Gábor atya, ő is fellépett itt már, ő gitáros, hát mi tagjai vagyunk egymással a Páterok zenekarnak, úgyhogy ez is egy külön színfoltja az egyház megyének, úgyhogy együtt zenélünk, hát most külön fogunk nyilván. A zenélés az végigkíséri az életemet. 10 éves korom óta zongorázom, de utóbbi időben már csak örökzöldeket, meg magyar nótákat játszom. Ez egy nagy kedvtelés és nagy passzió, nagy élvezet az ember életében. A show műsorban dalt, operettet, kuplét, slágert adtak elő, volt, amikor a közönség is együtt énekelt az előadóval, vagy nyílt színi tapssal köszönte meg a produkciót. Az Ismert Egriek Más Szerepben is helytáltak.